Megnyugtató lehet számunkra, hogy Sámuel sem gondolkodik eleinte elég bölcsen. Pedig szoros kapcsolatban áll Isten profétájaként Istenével. De azt is észre kell vennünk, hogy Sámuel nem ragaszkodik annyira a nézetéhez, ahogy mi szoktunk. Mi gyakran nem csak, hogy ragaszkodunk ahhoz, amit elgondoltunk, hanem sokszor még akkor sem vagyunk képesek a változtatásra, amikor már bebizonyosodott, amikor már teljesen egyértelmű, hogy hibás a szemlélet. Kötjük magunkat a nézetünkhöz. Sámuel azért volt képes a változtatásnak, mert az Istenével való kapcsolatból élt. Állandóan az ő színe előtt próbálta emberi gondolkodását lebontani, s felépíteni valamit, ami nem annyira emberi alapokon nyugszik, hanem ami Isten szándéka, ami Sámuel számára is rejték volt. Isten akaratát senki nem ismeri. Élete során mindenki vagy közeledik ehhez az isteni akarathoz, döntéseiben vagy távolodik. Nagy felelőssége az embernek, hogy mindig érzékelje Istenét, az ő közelségét. Egy biztos, Sámuelnek meg volt a képessége és a bátorsága, hogy felülbírálja gondolatait, magatartását, és nyitott legyen. Egy új szempont arra, ami az Istennel való belső beszélgetéséből következett. Ez az új szempont, ez nem rajzolódott ki máról holnapra, egyik pillanatról a másikra. Ez egy küzdelem eredménye volt. De Sámuel egészen biztosan örömmel vállalta ezt a küzdelmet. Annak minden frusztráltnak tűnő pillanatát, amikor maga is elbizonytalanodott, amikor úgy érezte, hogy most hogyan tovább, egészen biztos, hogy nem sokára kirajzolódott, hogy merre vezet tovább az út. Felül kell vizsgálnunk a saját szemléletmódunkat. Túlságosan sokszor ítélünk a látszat szerint. Pillanatnyi benyomásaink döntik el, hogy kit hova teszünk. Ha pedig oda tettünk valakit ahova, ki nem lehet mozdítani őt onnan szinte soha. Elkönyveljük, hogy ő ilyen. Ilyen is marad örökké. Ez a gondolkodás, finoman fogalmazva, meglehetősen emberi. Isten gondolkodásában ilyen nem szeret. Ő mindenkinek ad esélyt. Akár, ahogy az Ószövetségből ismerjük, naponta 70-szer, 7-szer is. Nincs olyan, hogy valaki egyszer valahova bekerül és ott marad örökre. Ez nem Isten gondolata. Az előítélet, amiben sokszor élünk, amihez mindig szerzünk muníciót, hogy az bizony megalapozott, nem Isten gondolata. Meg kell tanulnunk a szívünkkel nézni. El kell sajátítanunk azt a tudományt, ami a lényeget a felszín mögött meg tudja sejteni. Igen, ez tudomány. Ezt az egyetemeken kevésbé mutatják.
ezt az Isten egyetemén, pontosabban az ő iskolájában lehet elsajátítani.